1-2. Szép jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves résztvevőket a budapesti Székelykör 35 éves jubileumi estjén. Szeretettel köszöntelek benneteket, nagy tisztelettel köszöntjük Szalai Bobrovicski Vince helyettes államtitkár urat, miniszter elnökségtől. Szeretettel köszöntjük Kovács Imre polgármester urat, Mári Falváró Székelykörről. Szeretettel köszöntöm Krasznai Andrea református lelkészasszony és szolgatót. Sajgó Szabolcs atyát várjuk, jezsuita szerzetes, sokan ismeritek biztos, úgyhogy őt is majd gyöngyvérke, ha jön, akkor ide az első sorban van fenntartott helye. Minden kedves művészünket nagy szeretettel köszöntök. Jövben is akkor mondanám Petrás Alina, Csángó művésznő, Kedvárt Kőszönyő díjat, Kegye János Fánsík művész, Leát Kéri Fánsík művész, Magyar Kultúra Lovagja, Zoltáni Zsolt, az Osztovalta együttes vezetője, énekes, többi művész, Ezüstszenyű néptánc együttes, nagy szeretettel köszöntjük Kovács Imre vezetőre, a három fiatalval. Dévai Nagy Kamilla nagyon nagy sajnálja, de sajnos nem tud itt lenni, mert covidos lett, és inkább azt mondta, hogy akkor otthon marad, de nagy szeretettel köszönt mindenkit. És nem is tudom ki, Lukácsi Katalin, hát ott hátul ül a Katalin. Nagy szeretettel köszöntjük Katalint is. És megkezdenénk akkor az estünket. Én később tartom majd meg a beszédemet. Szalai Bobrovicski Vince államtitkár urat szeretném kérni, hogy legyen kedves itt helyet foglalni. És az estünk indulásaként Lukácsi Katalin Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Béres díjas művésznőt kérném a produkciója megtartására. Nagy szeretettel köszöntöm a budapesti Székelykört, az összes vendégünket, Frigyesi Ágnest, és hát örülök, hogy sokan vagyunk, szépek vagyunk, jók vagyunk. Arra gondoltam, hogy kezdésnek mindenképpen jót fog tenni a lelkünknek, szívünknek, ha az összetartó imádságunkat fogjuk elénekelni, a legrégibb magyar himnuszunkat, a Boldogasszony anyánk. Ha kedvük van, nagyon örülök, ha velem együtt tartanak. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, Magyarul,
volt, igen, köszönöm. Mivel, hogy benne vagyunk az adventben, és nagyon várjuk a megváltó születését, akkor fogadjanak szeretettel egy magyar népi karácsonyi dalt. Betlen városba, rongyos istállóban megszületett. Egy szűznek méhéből, drága szentvéréből megváltunk lett. Hét angyal hirdetett, pásztornak jelentett, ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett. Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett. Köszönöm szépen, nagyon kíves a taps. Tudjuk, hogy a taps jó energiákat szabadít fel, nem lehet szomorúan tapsolni, csak vidáman és szeretettel. Ahogy Ági mondta, az első kis civil díj, amit nagyon megbecsültem, az a Béres Ferenc díj volt, pontosan a népdalok éneklésére és terjesztésére. Ezért próbálom, hogyha nem felejtem el, hogy mindenképpen népdal szerepeljen a műsorunkban, hiszen az is egy nagy összekapcsoló szeretett lánc. Úgyhogy, ha már szeretetnél vagyunk, akkor egy kis szerelmi dalt fogadjanak szeretettel. Hiszen mindnyáján voltunk, leszünk szerelmesek, kicsik, nagyok, én sokat járok óvodába is, nyugdíjas otthonokba is, és mindig vannak, akik éppen akkor szerelmesek. Aki egymás tiszta szívből szereti, a párgának a közepét viseli, a párgának a közepet sarka tiszta éppen megmaradt, a párnának a közepben elszakadt, a négy sarka tiszta éppen őket, és mivel pont 4-én volt a Béres Ferenc díj kiosztása, mi veteránok ott voltunk, és hát eszembe jutott, amit akkor meséltek nekem az én díj kiosztásomon, hogy Béres Ferenc, biztos emlékezünk még rá, főleg a hölgyek nagyon szerették, magas szív dalolású ember volt, és hogy sokat jártak falura, és ott is énekeltek, és hát egy idős bácsi félrehúzódott, és furcsán méregette a művész urat. És a riporter ott volt, gyorsan mikrofon végre kapta, hogy bácsi, hát nem tetszik mosolyogni, meg tapsolni, meg örülni Béres Ferencnek. Hát dehogy nem. De hát mi gyönyörűen énekel,
szívre énekelhet. Ha nem akar dolgozni, muszáj énekelni. És így Ányi négy dalt kért tőlem, úgyhogy a negyedik dal, és ezt is muszáj nagyon a fejembe meg a szívembe rögzíteni, hogy a Magyar Arany Érdemkeresztet olyan izgatott voltam, Ági jött velem, azt sem tudtam, meg jobb lábam, melyik a bal lábam, hová kell leülni, és hogy fog fölmenni a lépcső, hogy fog visszajönni a lépcsőről, és kimentünk Ágival, azért gyere, így állj, pohár vizet, és nézd meg legalább, és kibontottam, mert szemüveg nem volt nálam, mit lássak, hát nézd meg legalább, miért kaptad, és hát otthon néztem meg, bevallom őszintén, és bizony oda volt írva a köztársasági elnök részéről, hogy a Zengő ABC életben tartásáért. Köszönöm szépen, úgyhogy Zengő ABC most már sose fog kimaradni, 31 versből mindig lesz egy, ami szerepelhet, és most arra gondoltam, hogy így csupa kedves, jó indulatú ember között vagyunk, de bizony vannak irigyek, vannak rossz májúak, és ezeknek szól a dal, nem nekünk, és van még egy érdekessége, ez az S betű, szilva, pára, szarka, szál, ezt írta tovább Rigó Béla, és képzeljék el, nagyon sokszor jelentkeznek nálam, és mondják, hogy bizony-bizony, de sokat segített a S betű kimondásában, a pöszögésben a gyereknek, aki játékosan ezzel a verssel tudott egy picit tovább lépni. Tehát, szilva, fára, szarka, szál. Az Engő ABC-ben. Szilva, fára, szarka, szál, szemben a szomszéd szarka fészek, száraz vesző szalma szál. Ebből szökte mind az egészet, szorgosan ottak szarka pár. Szarka szárnya készen áll, szállni szépen újra merészen, s mert egy szarka mértegerészen, azt beszélik, lopni jár. Megszámolta a szamár, teli az a fékszer, ékszer, készlet, szép művészet, szamovár. Százszor szép és százszor, ami még szebb. De hisz a szamár is mindig részek, szőlőből szív szeszt akár, így a juhászat elheverészget, s káposztásban vészel a nyáj. Persze a parasztul ott heverészhet, az se nem szállt, se nem kaszál. Szú eszi nála az asztalt széket, szutykos a bajusz és a szakál. De ne szólj szám, ha nem tudsz szépet, ó, nem szereted enni a pletyka beszélet, más koszosába szapulni de kár, mennyi gonosz is szószátyár. Hárszent szívért gyógoz rám szégyent, sziszegi a szajtó és messze száll. Köszönjük szépen. Ez a mikrofon kéne egy picit hangosítani rajta. És akkor nagy szeretettel köszöntöm még egyszer Szalai Bobrovicki Vince, civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár urat, a miniszterelnökségről érkezett, és akkor kérném, hogy a köszöntő beszédét legyen kedves megtartani. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt állhatok önök előtt, és úgy érzem, hogy van ennek némi létjogosultság, hogy pont én vagyok itt, de majd erre is kitérek. Mindenkit szeretnék gratulálni, 35 év az egy nagyon szép, nagy és hogy is mondjam, hosszú időre kiterjedő teljesítmény.
És ez alatt önök elnök asszony vezetésével, és tényleg minden megbecsülésem és tiszteltem öné, kedves Ágnes, nagyon sok mindent tettek le az asztalra, és sikerült a magyarságot, az erdélyi magyarságot és a székelyeket kitűnően összetartani. Ugye a székelykörnek az a küldetés, hogy az erdélyi és a székely magyarságot, mindannyian tudjuk, ez nem teljesen ugyanaz, de két fogalom lehető leghatékonyabban tartsa össze, és mint ahogy azt láthatjuk most itt a termelés, ami ugye megtelt maradéktos, nyilván még számos mindenkit lehetett volna meghívni, de hát a teremkorlát is végesek, de ezt ki is töltöttük. Tényleg a tevékenységük sikeres volt, és további sikeres 35 évet kívánok egyébként még önöknek, vagy még nem tudom hány évtizedet, biztos vagyok benne, hogy ez sikeres lesz. Mi, amit tudunk, mint miniszterelnökség, próbálunk megtenni a székelykör támogatásáért, részben magunk, mint a civil területtel foglalkozó szervezeti egység a miniszterelnökségen belül, részben nyilván a nemzetpolitikával foglalkozó államtitkárság is igyekszik mindent megtenni. Nyilván azt is el tudom mondani, hogy támogatások tekintetében lehet, hogy lehetne többet is adni, ezt elismerem, és ez valahol jogos is, de nyilván nekünk is vannak bizonyos korlátaink, amelyeket magunk se tudunk átlépni, egész egyszerűen sokszor érkezünk a falig, ez az év, ez különösen nehéz volt, mert a források inkább szűkösebbek voltak, jövőre talán inkább bőségesebbek lesznek. Én akarom a forrásra redukálni a dolgokat, hiszen az dőrösség van a részemről, de nyilvánvalóan, hogyha egy kör, egy klub, egy közösség jól akar működni, akkor ahhoz kell támogatás, segítség is. Nyilván önök is megteszik a magukét, de a magyar állam is, én csak azt szeretném érzékelni, hogy amennyire tud, támogatólag ott áll önök mellett. Tehát ennyiben az én jelenlétem, Takács Bence barátomat köszöntöm, jelenlétem létjogosult, hogy így mondjam, hiszen civil szervezetekkel foglalkozunk, és azok támogatását próbáljuk meg előmozdítani. És azt tudom mondani, hogy az elmúlt 5 évben, amióta szerencsém volt, alkalmam volt foglalkozni ezzel a területtel, azóta nagy mértékben növeltük a támogatást a határon túli magyarság számára. Tehát mi magunk is kvázi aktívan beléptünk a nemzetpolitikai területre, a nemzetpolitikát segítendő a civil szervezeteken keresztül. Az összeg, amit annak idején 18 környékén, amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor még nem volt különösebben jelentős, sőt igazából teljesen jelentéktelen volt. Most már azért azt tudjuk mondani, hogy több száz milliós tételről beszélünk, és ez egy szép eredmény, ami remélem, hogy így is fog tudni maradni. Azt biztosan tudom mondani, hogy a civil források azok maradnak, semmilyen válságkezelésnek nem lesznek részesei. Nyilván kell majd még különböző válságot kezelni, de annak a válságnak, ami ebben az évben ránk tört, annak a nagyobbik részén már túl vagyunk, a költségvetés nyilván folyamatosan megpróbáljuk egyenesben tartani. De a civil források, és ez a lényeg, ők alapvetően azért nem szenvedtek kárt. Azt tudjuk, hogy önök számára, civilek számára lett az élet drágább. Itt nem tudtunk minden tekintetben mindent megtenni, ezt ilyen évzáró összegzésként is tudom mondani, hiszen tudtunk a civilek számára például a rezsitámogatást nyújtani, de nem olyan mértékben, amilyen mértékben talán szerettük volna, lehetett volna. Reméljük, hogy itt is majd jöhetnek a változások a jövő évben. Nos, tehát támogatásainkat igyekszünk növelni, és ezt meg is tettük, és különösen fontos az, tudni kell azt, hogy messze a legtöbb forrás az Erdélybe megy.
most Erdélyt egy egységként kezelve, nem szétválasztva a Párciumra, Szorbályra és Tömmagyarságra. Erdélyt egy egységként kezelve, ezt körülbelül az összes támogatásnak a 80-90%-a kettő között van valahol, ahová a miniszterelnökség forrásokat tud eljuttatni. Ennek több oka is van. Nyilván Erdély, azt is mondhatnám, hogy talán a legjobban megszervezett a civil szféra tekintetében az összes határon túli terület közül, tehát jóval nagyobb kapacitás van arra, hogy támogatásokat tudjon az anyaországtól elfogadni. Nyilván a lakosság számot tekintve értelemszerűen az első számú az összes határon túli terület közül. Az is látszik, hogy a háború miatt Kárpátalja jelentősen visszaesett, ott gyakorlatilag a civil élet nagyon minimálisra csökkent, és egyébként most majd jövőre reméljük, hogy tudunk jelentkezni a Vajdaságból is, ahol még nincsen irodánk. Erdélyben már 10 irodánk van, és hamarosan Nagyváradon is fogunk egy irodát nyitni, legalábbis ez a célunk. Tehát ne kérjék az összes erdélyi városfőrsőn, ahol jelen vagyunk, mert magam sem tudom egészen pontosan, de a fontosabb helyeken ott vagyunk. És nyilván egy iroda az azt jelenti, hogy egy-két emberünk van, aki az anyországi központból a civil élet összefogásán tevékenykedik, és egyébként ingyenes tanácsadást végez a civilek számára. És én azt gondolom, hogy ez jól működik, a listát meg lehet találni az interneten, tehát gyakorlatilag Erdélybe bárhova megyünk, ott magyar irodával tudunk találkozni. Ez célunk is volt, ezt felépítettük az elmúlt években, most ki fogjuk terjeszteni, a plusz egy irodával Nagyváradban, és továbbiakat tervezünk például a Vajdaságban. Tehát ugye onnan kezdtem, hogy miért Erdélybe megy a legtöbb támogatás, szerintem az okokat nagyjából el tudtam mondani. Szóval azt gondolom, hogy alapvetően jól álltunk ott föl. Ami a személyes részét illeti, így zárásképpen polgármester úr, Kovács Imre polgármester úr Mádéfalvára kérdezte tőlem, hogy van-e valamilyen személyes kötődésem Erdélyhez. Nyilván a kérdésben benne volt az, hogy van-e esetleg valamilyen családi kötődésem Erdélyhez. Az nincs. Tehát rokonságom nekem inkább a felvidéke, ugye a nevemből is látszik, a felvidék gyanús nevem van, tehát inkább a felvidék környékéről van, sőt, tehát onnan van anyajágon. Erdélyben nincsen, viszont nagyon régóta, 20 éve járom Erdélyt, minden szegletét én azt gondolom, hogy egész jól megismertem, és szívvel, lélekkel, szeretettel járok oda-vissza, legyen az a Székelyföld, legyen az a Párcium, vagy egyéb más része ennek a csodálatos területnek, a csodálatos magyar területnek. Büszkék vagyunk azokra, akik ott maradtak, és önök is büszkék lehetnek magukra, hogy itt székelyként, erdélyiként tovább tudtak élni az anyországba, és együtt tudunk dolgozni a magyar világ, hogy így mondjam, felemelkedésén, együtttartásán, hitben, szeretetben, és ezt különösen az adventi időszak környékén szeretném elmondani, hogy így visszatekintve el az évre, én azt gondolom, hogy csak egy jobbat kívánhatunk magunknak, és bízunk abba, hogy a szeretet és a hit minket jövőben összefog ugyanúgy tartani, mint az összetart most már 35 éve, most ami ezt a kört illeti. A legjobbakat kívánom a jövőre nézve is, és mondom még egyszer, hogy az ajtónk nyitva áll önök előtt, és igyekszünk tehetségünkhöz és képességünkhez képest a lehető legtöbbet megtenni önöket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, és kérem Zoltáni Zsoltot, a Osztobáta Együttes énekesét, régi kedves barátunkat, hogy akkor néhány dallal örvendeztessen meg minket. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra találkozhattunk azokkal, akikkel az elmúlt években is. És hát első műsorszámként a szeretet himnuszát szeretném, ha
Ember vagy angyal nyelven bármit szólhatok, a szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok. Hiába mondom el, mint ami előadható, értéktelen nélküle ajkamon a szó. A nélkülözők között mindenem szétoszthatom, hitemmel a hegyeket is elmozdíthatom. Ha kialszik a szeretet, alig van remény, s ha hiányzik belőlem, ó, mit érek én? A szeretet türelmes, jócságos, az igazságban él, nem féltékeny, s nem önző, és nem is kevés. Őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, a szeretet nem szűnik meg sosem. Őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, a szeretet nem szűnik meg sosem. Ember vagy angyal nyelven bármit szólhatok, a szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok. Hiába mondom el, mind ami előadható, értéktelen nélküle ajkamon a szó. A nélkülözők között mindenem szétoszthatom, hitemmel a hegyeket is elmozdíthatom. Ha kialszik a szeretet, alig van remény, s ha hiányzik belőlem, ó, mit érek én? Szeretet türelmes, jócságos, az igazságban él, nem féltékeny, s nem önző, és nem is kevés. Őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, a szeretet nem szűnik meg sosem. Őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, a szeretet nem szűnik meg sosem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én is most egy kicsit átváltok ilyen adventi hangulatra. Bizonyára mindannyian várjuk az angyalt, a Jézuska érkezését. Amely dalokat ismerik, énekeljék bátran velem. Betlehem, Betlehem, a te határéd van, érkezett Mária, rongyos istálóba. Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice, elkészíti magát a boldog szülésre. Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice, elkészíti magát a boldog szülésre. Egy angyal újságot hirdetett, Betlehem várában kis Jézus született. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik, a kisded Jézuska értünk siránkozik. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik, a kisded Jézuska értünk siránkozik.
köszönöm, és... Következő dalt is biztosan mindannyian ismerik, Harangszóló kisfaluban. Ezt is énekeljük. Ismerik ezt a hangszert? Szájharmonika. Bob Dylan-es. Hát Székelyországban nálunk volt, aki azt mondta, hogy popagyalú. De szájharmonika, és mikor nem tudtuk még, nem ismertem rendesen ezt a hangszert, de már gyerekkoromban vágytam volna ilyen hangszerre, hát most ilyen 15-16 év körül van nekem, akkor ilyen szájmuzsikának is hívtuk. Harangszól a kis faludban, Szent Karácsony éjjel. Együtt van az egész család, siess hát meg is el. Havasúton cseng a kis szán, a kéményekből füst száll. Végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imád a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Ha áldását szórja rád, majd az ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imád a sok szegény emberért. Szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Ha áldását szórja rád, majd az ég. Harangszól a kis faludban, Szent Karácsony éjjel, az ablakokban örömcsillag, arany ezüst fénnyel. Havasúton cseng a kis szán, a kéményekből füst száll, végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes éj. Mondj el egy imád a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Ha áldását szórja rád, majd az ég. Gyújts el egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imád a sok szegény emberért. Szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. A béke hullát karácsony éjjelén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát öröm látni, hogy vannak új arcok is, akikkel most találkozhattam először, meg vannak ismerős arcok is, akik már így évente visszatérő vendégeink, ilyen más előadásokon is, és azon gondolkodtam, hogy vajon kivel fogok ma este még találkozni, és képzeljék el, hogy az a szerencse érhetett engem, hogy Mariforli polgármester úr nem tudja még, de van nekem egy régi osztálytársam, aki Mariforli, és
együtt jártuk annak idején a bútorasztalos szakközépiskolát Székelyudvarhelyen, és talán ismerősek vagyunk mi is. Igen. Igen. Igen, igen. Zsolt, hát, te meg Székely Dersőről vagy. Igen, és én Székely Dersőről származom, és volt, hogy Máréfalván is tartottunk előadást, és ott találkoztunk. Hát nem mintha annyit ittunk volna, hogy nem emlékeznék, csak hát tudják, na kicsi a világ, és sokan vagyunk benne. Zsolt is Székely köri tagunk. Nem. Zoltáni Csaba az öcsém, Székely Dersőről. És az én volt osztálytársam az Csiki Attila. Na, örülök. Polgármester volt, két ciklus után úgy idegileg feladta, vagy nem tudom mire. Igen, most Sófalvának. És hát ugye négy dal fél bele a műsorban, negyedik dalként arra gondoltam, hogy most már Isten bizony senki nem ússza meg a közös éneklést, és ez fog a legjobban hangzani, mert hogy senki se ismeri a dalt, vagy esetleg aki már korábbi ilyen decemberi együtt lévő előadásunkon itt találkozott velünk, akkor a tavaly is énekelte, meg tavaly előtt is szerintem az angyalének. És ennek a két verszakos dalocskának az a története, hogy képzeljék el, hogy ilyen negyedikes, ötödikes osztályos lehettem, és a papbácsi vallás órán ezt nekünk megtanított, és a templomba előadtuk, és azóta bennem úgy megmaradt ez a dal, hogy így felnőtt fejjel megint csak elővettem, mert hát nem azért, hogy a feleségem azt mondja, hogy sosem nővök fel, és örök gyerek maradok, de úgy kötődöm ehhez a dalocskához, és ezt szeretném, ha nagyon gyorsan megtanulnánk. És így hangzik ez a dal, angyalének száll az ének, gyermekívek szárnyain. És most megkérdem, hogy együtt énekünk. Angyalének száll az ének, gyermekívek szárnyain. Téli tájon gyönge lábnyom, újra járom álmaim. És most együtt, hogy téli tájon gyönge lábnyom, újra járom álmaim. Na mondtam én, hogy ezt fogják a legjobban ismerni, úgyhogy akkor még egyszer együtt ezt a verszakot. Angyalének száll az ének, gyermekívek szárnyain. Téli tájon gyönge lábnyom, újra járom álmaim. És most a következő verszakon. Várunk téged, kis Jézuska, szól a dal, s én álmodom. És most együtt. Várunk téged, kis Jézuska, szól a dal, s én álmodom. Legyen nékünk fényes ünnep, ismét ez a karácsony. És most együtt. Legyen nékünk fényes ünnep, ismét ez a karácsony. A második verszakot még egyszer. Várunk téged, kis Jézuska, szól a dal, s én álmodom. Legyen nékünk fényes ünnep, ismét ez a karácsony. És most zárásként kicsit még hangosabban, bátrabban a mindkét verszakot. Angyalének száll az ének, gyermekívek szárnyain. Téli tájon gyönge lábnyom, újra járom álmaim.
uradal sírálmodó, legyen nékünk fényes ünnep, ismét ez a karácsony. Legyen nékünk fényes ünnep, ismét ez a karácsony. És hát akkor most egy kis próza következne, nem tudom, maradhatok-e ővel egy rövid kis elnöki beszámolót fogok látni, láttok, hallottok, ugye én is, ha ővel maradok, még nem akarok államtitkár úr a háttal, nem, úgyhogy maradnék itt. És akkor egy rövid 15 oldalas, de nem fogom felolvasni, mert akkor lesz, és még este 9-kor is itt ülünk, de néhány gondolatot azért mondanék az elmúlt 35 évről. Tehát 1988. szeptemberben alakult a 35 éves változásokat előszerét már megneszelve Posgai Imre bátorítására alapította a Székelykört László Gyula, Vékás Domokos, Domokos Pál Péter, Idős Ferenc Vilmos, ugye a Vilmos édesapja, Domokos Jenő és még sokan mások alakították a Székelykört, és ahogy így készültem, a kezembe akadt egy tagkártya, 35 évvel ezelőtti, a Ferenc Idalmama, tehát a korábbi elnökünk édesanyjának a tagkártyája, és 1988. szeptember, nem is tudom, hanyadikán ott van a dátum, alakult meg a budapesti Székelykör. Ugyanis mi ennek vagyunk a továbbvivői. És egy nagyon szép gondolat is a Reményik Sándor gondolat, amit szétküldtem nektek, most akkor nem is olvasom fel, mert már ismeritek. A kezdeti időszakban Budapesten és környékén élő székely származású állampolgárokat gyűjtötték össze, Budakeszén, Pátyon, Zsámbékon, Telkén, közben Editke parancsolják, támogatóink, és Bartus Tamás urat szeretettel köszönjük a nevétől. És akkor végre megérkeztetek. Tehát környéken, Budapest környékén is voltak székelykörök, és együtt működve szervezték magukat. Most már önálló egyesületként működnek sokan. Baráti kapcsolatban állunk az Erdélyi Körök Országos Szövetsége tagszervezetében, illetve a budapesti székelykör is tagja az ECOSZ-nak, tehát az Erdélyi Körök Országos Szövetségének. Őket is szerettük volna tagszervezeteket meghívni, de anyagilag nem győztük, úgyhogy az a tervünk, hogy márciusban tartanánk a második ilyen összejövetelünket, ahol a ECOSZ tagszervezeteket is szeretettel várjuk, csak ők ugye vidékről jönnek, szállás, étkezés, vacsora, tehát az nagyon megdobta volna a költségeinket, azt most nem tudtuk, de így döntöttük, hogy akkor van egy első est, és utána lesz egy második est, és hát nagyon örülünk nektek, hogy itt vagytok, és államtitkárnak is, hogy el tudott jönni közénk. Néhány színművészt említenék, akik már a kezdetektől közreműködtek a Székelykörnél, nagy és neves jelentős személyiségek, Ambrus András bácsi, a legidősebb tagunk, 98 esztendős, nagy szeretettel köszönt mindenkit, sajnos nem tud eljönni, mert olyan állapotban van, de úgy volt, hogy szabad egy verset, ugye ő színművész, és székely ruhába szokott megjelenni közöttünk, most sajnos nem tudott jönni, de üdvözöl mindenkit. Ugye a művészek között Bács Ferenc, Bánfi György, Bicskei Tibor, Ferenci Csongor, most ugye a legnagyobbakat mondom, akik közül sokan már nem is élnek, Raksányi Gellér, Bálint Márta, Jancsó Adrien, Dózsa László, Kubik Anna vagy Csunyovszki Szilvia. Néhány íróköltőt is megemlítenék, Beke György, Kányádi Sándor, Méhes György, Pomogács Béla, Sütő András, Tamás Mennyért, Kocsis István. A előadó művészeink között, és sokan itt vagytok, nagyon örülünk örvendünk nektek, tehát Ferenc Éva, Dévai Nagy Kamilla, Faragó Laura, Lukácsi Katalin, Kóka Rozália, majd márciusban várnánk Rozáliát, Petrás Máriát, most Alina van itt,
ugye a leánya, de Máriát majd márciusban várjuk. A Kegyen Jánost szeretettel köszöntjük, és hát sok más művész is a környezetünkben van. 20 év elteltével 2007-2008-ban történt egy megújulás, amikor a gondviselésnek köszönhetően az Erdélyország az Én Hazám Fesztivál médiafőnökeként engem feltértek erre a feladatra, és én így ismertem meg egyébként a Ferenc Vilmos 2007-2008-ban, tehát egy felkérésre, és aztán Vilmossal megismerkedve, ugye ő volt akkor a korábbi elnök, haláláig együtt működve dolgoztunk, először mint médiafelelős, aztán médiaprogramfelelősként, tehát az Erdélyország az Én Hazám Fesztivál médiafőnöke voltam egy évig, aztán ott változások történtek, és aztán a Vilmos mellett próbáltam javasolni neki, hogy egy ilyen közéleti estet indítsunk már be, és ezt sikerült is 2015-ben beindítani, és nagy neves közéleti személyiségek részvételével Takaró Mihály, Raffai Ernő, Koltai Gábor és Gergely, Pap Lajos, Betlen Farkas, Csókai András, Ugron Béla, török testvérek és persze Bőte Csaba, Ferenc rendi szerzetes is a vendégünk volt, most csak néhány nevet emeltem ki, akikkel beszélgető műsor készítettem, és így szépen kezdett megint második virágzásának indulni a budapesti székelykör. És hát amit tovább folytattunk, ugye Vilmos hagyatékaként, hogy nagy utazó volt, nagyon sokszor járt vissza Erdélybe, meg hazai kirándulásokat is szervezett, és az én apám is egyébként nagy utazó volt. Bejártuk vele Európát a 80-as években, ilyen 2-3 évente, ahogy lehetett utazni, ugye akkor meghívó levél, meg azért nagyon bonyolult volt abban az időben, de nekem óriási élmény volt, hogy Nyugat-Európát megismertük a nővéremmel együtt, és amikor elnök lettem, akkor úgy döntöttem, hogy ezt a jó hagyományt folytatjuk, és hát azóta is sok számtalan könyvbemutató, erdélyi kapcsolatépítő körutazáson vettünk részt 2017 óta. Itt van Feri is, szeretettel üdvözöljük. Több utazás drivere volt, és vitt engem Erdélybe, és hát voltak ugye csoportos kirándulásaink is, Jánossal is, Lukácsi Katalinnal is könyvbemutatókat tartottunk. Illetve idén megszerveztem végre az első ilyen kisebb, 15 fős csoport kirándulást a Párciumba, Koltóra, Nagykárolyba, Nagybányába. Nagy sikere volt, úgyhogy ezt is folytatjuk. És hát és 18 éves együttműködő kapcsolatban vagyunk, akkor itt említeném meg a Máréfalvi Néptánc csoport, az Ezüstfenyő Néptánc csoportot. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, Imre, örvendünk, hogy eljöttetek. Három szép táncos gyermekkel és a polgármester úrral. És lehet, hogy nem tudjátok, de apa fia. Tehát Imre ugye az édesapa, az Ezüstfenyő Néptánc együttes vezetője, és az ifjabb Kovács Imre pedig Imrének a fia, úgyhogy ilyen titulusban is mindkettőtöket szeretettel köszöntelek. Minden évben szoktak az Ezüstfenyő Néptánc együttes turnézni Magyarországra, és Budapesten hagyomány, hogy még elődöm Ferenc Vilmos is nagy szeretettel fogadta Imréjéket, és így ismerkedtünk meg Kis István régiségkereskedővel a Falk Miksa utcában, és hozzá csatlakozott a Bodó Galéria, Bodó János, és hát egy ebédre mindig megvendégeljük a 18 táncos Pista bácsi részvételével, illetve egy-két éve most már itt ugye este is találkozunk, és nagyon szép táncbemutatót tartanak Imréjék, az Ezüstfenyő Néptánc együttest, hogy ezt a hagyományt is megőriztük, és szeretnénk tovább folytatni, hogy jövőre is gyertek velünk. A közéleti neves művészek, közéleti személyiségek meghívásáról beszéltem, hát ugye egyik kiemelkedő, rendszeresen visszajáró vendégeik a hazajárók, mindig teltházzal üzemelünk, amikor jönnek hozzánk, nagy sikere van ennek az estnek, mindig az aktuális élményeiket, utazásokat elmesélik. Most a 2022-es év egy évet emeltem ki egyébként, hogy egy-két csak ilyen tőmondatokban, hogy mi mindent csináltunk. Tehát vendégeink voltak a hazajárók, ugye ez ilyen 40-70 fő, olykor 90 fő részvételével. Aztán a Szent Koronáról tartott nekünk előadást Volt Imre 2022. februárban.
Takaró Mihály márciusban, József Attila Díjas költő a magyar nagyasszonyaikról, Petőfi Sándorról beszél. Aztán áprilisban az Zarándok vonattal, ugye a Csíksomlyói búcsúba rendszeresen utazunk, és felkérésre adományt gyűjtünk Gyöngyvérkébe. Nem tudom, nem látom, most hol van Gyöngyvérke, de itt van, tehát ő is Székely köré tagunk, sőt a jobb kezem, és együtt szoktuk gyűjteni az adományt a vonaton, és hát meghívtuk a Zarándok vonat két fő szervezőjét, Petrus Györgyöt és Sárvári Krisztina kedves feleségét, meg Pécsi Erdániel, Névdivai Nagy Kamilla volt a vendégünk, úgyhogy ők is részt vettek ezen az esten. Aztán Lukácsi Katalinnak volt egy önálló estje tavaly, Nem jó az embernek egyedül címmel. Aztán érkeztek az Ezüstfenyő Néptánc Együttes, most csak tényleg így a legcímszavakat olvasom, hogy bővebben írtam, de most mellőzöm, mert a honlapon úgyis láthatjátok a 22-es, 21-es, 20-as, 19-es évnek a beszámolóját. Turzó Zoltán nagy élmény volt számunkra, nagyváradi zongoraművész, Guinness rekorder lett, volt a vendégünk, biztos sokan emlékeztek rá, nagy élmény volt, hogy hogy ragaszkodott a szüleihez, meg a nagyszüleihez. Nekem az külön élmény volt, hogy olyan szépen beszélt a nagyszülei hagyatékáról, és hogy mit szeretne ott egy zeneközpontot létrehozni Nagyváradon. Aztán Dévai Nagy Kamilla volt a vendégünk, megjelent a kötete, Fejér Tamás, Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesületének az elnökével, és hát így estek körülbelül ennyi volt a vaj, és aztán ugye Erdélybe utaztunk négyszer, voltunk egy ruha és adományt vittünk, Mennyhárternő, Böjte Csaba otthonaiban szoktunk látogatni, meg Tordán voltunk az unitárius gyülekezetben, Józsa Lajos unitárius lelkész úrnak vittünk adományt, szintén fel is segített ebben az útban, aztán Tőkés Esztert, ha úgy adódik, meglátogatjuk, vagy meglátogatom, Gyimes Felsőlokon, Darvas Kozma atyával találkoztunk, aztán Maros Szent Györgyön volt könyvbemutató, és akkor nem is sorolom, mert elég sok minden volt, de találkoztunk Kovács Imréjékkel, ott is volt egy bemutató Máré falván. Szentegyházán is. Igen, Szentegyházán is, hát most ez csak a 22-es év, csak egy tényleg tőmondatokban, de Csebestén Ágoston atya is fogadott, meg Imre, mint polgármester, köszöntötte a székelyköri delegációt, úgyhogy nagy élmény volt. Aztán Borsos Gézánál jártunk a Székely Tanács, illetve a Borsos Miklós Művészetér Alapítvány elnöke rendezett nekünk könyvbemutatót, és az utolsó tavalyi kirándulásunk az Temesvár és Pécska Zsombolya környékére vezetett Lukácsi Katalin művésznővel, ami szintén élmény volt, mert az én nagyapám Temesváron született, és abban a piarista templomban járt gyermekként, amit most meglátogattunk, tehát a Kocsik Zoltán atya most ott a piarista iskolának a igazgatója, és óriási élmény volt, hogy a nagyapa ebben a templomban növekedett fel, meg itt kapta meg a katolikus hitét, és egy gyönyörű templomot képzeljetek el, fantasztikus, gyönyörű szentek, fel van újítva a magyar kormány óvodából, ki van téve, hogy a magyar kormány támogatása, úgyhogy óriási élmény volt nekem ez a temesvári találkozás. És hát utána meglátogattuk Pécskán a Csaba testvérnek a Zsombolyán Csaba testvér otthonát, ahol énekelt Katalin, az is nagy élmény volt. Ugye amiket gyűjtünk, ti is szoktatok segíteni, ezúton is köszönöm nektek az adományokat, amit elviszünk, mindig nagyon örülnek neki, és tavaly ez karácsony előtt volt, úgyhogy nagy öröm volt számukra. Szászvárosban is jártunk, igen, az is Csaba testvér egy otthona. És jó, hogy most ugrok egyet, polgármester, és hát néhány ilyen kapcsolatépítő rendezvényre is, ha tehetjük, elmegyünk. Tavaly ilyen volt például a Hitpajzs a díjátadó, ahol Tamás József erdélyi püspök kapott Hitpajzs a díjat, és külön élmény volt, hogy egy erdélyi főpapnak ítélték oda az itteni Hitpajzs a díjat, ez a kommunizmus üldözötteinek a emlékére hozta létre Kovács Béla, egykori kisgazda képviselő. Aztán jártunk Csömörön, a Sinka István községi könyvtárba,
volt egy könyvbemutató, elkísért Évai Nagy Kamilla, az is nagy élmény volt, és augusztus 26-án pedig Kecskeméten volt egy könyvbemutatóm a szülővárosomban, ahol apámról is beszélhettem, aki ügyvéd volt, meg kertészmérnök, tehát egy közéleti személyiség, pianista, diák, meg cserkész, minden, úgyhogy nagy szeretettel ott volt alpolgármester úr, meg többen, az is nekem egy nagy élmény volt, hogy Kecskemét így fogadott. És akkor hát néhány honismereti kirándulásról, amit ugye említettem, hogy azt is felelevenítettük, hogy elmegyünk olyan, keressük egyébként az erdélyi gyökereinket is, esetleg hazai településeken is. Így jártunk Martonvásáron, meg Beethoven nyomában, Nádasladányban megnéztük a Nádasladányi kastélyt, Székesfehérváron a Királyok és Szentek, az Árpádok kora című egyedülálló kiállítást tekintettük meg. Lakiteleken jártunk a Hungarikum Ligetben, hát ez is nagy élmény volt, mert ugye annak idején én Lezsák Sándor Rotaláról indultam 88-ban, mint alapító MDF-es, most már fideszes vagyok, ezt tudjátok, de hát ez zárójel, mert ugye a Székelykör nem politizál, de azért mindannyiunk tudjuk, hogy hol a helyünk. És megtekintettük az Emigrációs Múzeumot, a Szent István Kápolnát, a Szoborparkot, a Burkász Gimnázium kiállítás, szóval nagy élmény volt így visszatérni az egykori lakitelekre, hogy milyen óriásival nőtte ki magát. És aztán jártunk a Tatai Eszterházi kastélyban és Jókai Mord szülőházában. És minden évben elkészítjük a Csíksomlyói Képes Imafüzetet, amit szintén székelyköri támogatás, meg hát ugye többen utazunk is a vonaton, itt van Felvinci Gyöngyi is, rendszeresen Tőkés Püspök úr volt titkára, rendszeresen együtt utazunk a vonaton, Kolozsvári gyöngyvérkével együtt megyünk, és hát reméljük, hogy minél többen jöttök majd most is, vagy autóval, vagy busszal, vagy vonattal, Jánosék is voltak vonaton is a Csíksomlyói búcsúban, és nagy szeretettel várunk benneteket, akinek majd kedve van. Itt ezúton szeretném megköszönni a támogatóinknak a részvételét, illetve ahogy itt is vagytok, meg hogy ki mindenki támogatta az elmúlt 5 évben, tehát itt most nem csak az egy év, meg az idei év, hanem az elmúlt 5 évben is hálásan köszönjük. Fő támogatónk volt ugye a miniszterelnökség, Betlen Gábor alapkezelő ZRT, a miniszterelnökség, a nemzetpolitikai államtitkárság, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egyedi támogatása, Szalai Bobrodnicki Vince államtitkárúrral együtt, aztán a Nemzeti Együttműködési Alap, és idén pedig most ezt a rendezvényünket konkrétan támogatja a NAGÉV, hogy nagy szeretettel köszöntjük a Buglovas Bukovszki Edutasszonyt, illetve Bartók Tamásra. Kecskemétről a Gyeres Kertészet támogatott bennünket ezekkel a gyönyörű virágokkal, az est végén kiosztjuk majd. És a Fornetti, szintén Kecskemét, tehát a Kecskemétben sorolt, 6 kiló Fornettivel támogatta meg az estünket, meg majd a tisztújító közgyűlésre is kapunk 6 kiló Fornettit, úgyhogy ezúttal is köszönjük szépen a támogatóinknak a támogatást. Röviden akkor ennyit mondtam, nem is volt olyan rövid, azt hiszem. Az 5 éves munkákról átlagyelkesen végezzük, tehát a kirándulások, közéleti estek, Erdélybe utazás, könyvbemutatókat is szeretnénk továbbra is vinni Erdély magyar kapokról, meg ott is ugye magyar-magyar találkozók, adományokat is viszünk, és hát tovább folytatjuk a munkát, és jól látni, hogy sokan itt vagytok tagjai között, János, Kegye János is tagunk, Takács Bence is tagunk, ugye a művészek közül Zoltán Zsoltot már említettem, úgyhogy külön öröm, hogy a művészek is itt. A Lukácsi Katalin, ne hagyjuk ki, de és mindegyik székelyföldi művészek. És akkor a én beszédem után akkor megkérném Alinát, Petrás Alina, Csángó művész, Szervációs díjas művésznőt és Petrás Máriának a kedves lánya, és a mikrofont arrébb kéne tenni, nem tudom, ki fog segíteni ebben, hogy vissza kéne tenni a mikrofont. Igen, köszönjük szépen. És akkor Petrás Alinát szeretettel köszöntöm, és Alina tiédben.
Köszönöm. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ja, sokan összegyűjtünk ezen a jövős napon. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ilyen sokan összegyűltünk ezen a jeles napon. Nagy öröm mindig, amikor Ágnes meghív minket, már többször voltunk édesanyámmal együtt ilyen esteken. Hát most egyedül képviselem őt is. Egy kis dalcsokrot hoztam önöknek ma estére. Nem leszek hosszú. De hogy adventi időszak van, és nem sokára a karácsony, egy kis adventi és karácsonyi dalokat hoztam, a legvégén pedig egy Mária altatót fogok elénekelni. A Mária altató azért kedves számomra, mert mikor kicsi voltak a gyermekeim, minden este ezzel a dallal altattam el őket. Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszállott, így szent imádságba Gábriát alálott, ékes köszöntésben a szűzhöz így szólott. Idvesz légy te kegyes, Isten szép leánya, Jezsitől származó Ádám unokája. Ékes köszöntésben a szűzhöz így szólna, téged az Úristen leginkább szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett. Kilenc angyali kar koronát készített, hogy megkoronázza a te szent fejedet. Elnézést, egy kis vizet kérlek még. Örvendezzünk, Betlehembe menjünk, ajándékokval. Megszületett Isten fia, egy kis gyermecske, atyáink turéktől várva, szép kis dedecske. Hideg is telóba, marmakjász oliba, ott fekszik kis Jézuska, mezítelen testecskéje, nincs mit akarva, hideg szétül fejecskét, nincsen mi védje. Jaj, mint fázik, orcája is ázik, sűrű cseppekben. Mennyi
cseppek, annyi gyöngyök mind értünk hullnak, s azok a mennyei vizek lelkünk tisztítnak. Jöjj el, Jézus, jöjj el, édes Jézus, lelkünk készen vár. Kedves álmod, hogy szerezzen szülöttének, így énekel Szűz Mária kisdedének. Én el szépen zengek néked, gyöngyvirágom, nyugodj el, eszér bárányom, arangyágom. Ha lehetne, a szívembe fogadnálak, ha lehetne, a lelkembe bizárnálak, kebelembe vetnék ágya gyöngyvirágom. Hunybi fényes szemecskédet, arangyávon. Köszönjük szépen! Annyira nem is tudom mondani, mert így teljesen jól, hogy felmentjük. És minden jót kívánunk édesanyjátok is, Alina. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. És rendszeresen itt tartjuk a rendezvényeinket a hálóban, amit ezúton is köszönünk, és Szejber András, a háló egyik vezetője itt van közöttünk, és ő is köszönteni a Székely Kört, meg röviden András is szól most hozzánk. Röviden értettem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, úgy látom ebben a sorban most én is beállok ezen a szép évfordulón. De ez nem csak egyszerű helyadás itt, azt hiszem, hanem egy testvér szervezetnek a befogadása is ebbe a mi közösségi és kulturális központunkba, mert hogy sok hasonlóság van a háló és a Székely Kör között, az az érzésem. Például az egyik az, hogy sokat utazunk mi is, sőt nem csak utazunk, hanem Kárpát-medence szerte sok találkozót tartunk. Ahogy ez a új magyarul roll-up, vagy nem tudom mi, látszik is, hogy találkozás, kapcsolat, közösség a mi munkánk, és hát találkozókat szervezünk mindenfelé. Talán Ágnes nem is tudja, de amikor Nyisztor István barátomnál aludtam egyszer a feleségemmel Cserna keresztúron, ő is ott volt akkor több napig, de mi rohantunk tovább Háromszék felé, éppen népmeseiben előadást tartottam páratot. Kapcsolatokat építünk mi is, igyekszünk tartós kapcsolatokat építeni azért, hogy minél inkább ráébredjünk saját gazdagságunkra, és hogy tényleg senki ne érezze a Kárpát-medencében magyarként azt, hogy egyedül van a világban, és senki nincs vele, tehát ezért dolgozunk immár, és egy újabb kapcsolat, hogy mi 34 évesek vagyunk, azt hiszem, most irigykedek egy kicsit halad egy évre, és sose fogja a háló behozni ezt az egy évet, mert hát a dolgok természetéből fakadóan ez ilyen. És még egy kapcsolat, hogy minket is támogat a miniszterelnökség, úgyhogy nagy örömmel hallottam Vincétől, hogy ez nem fog csökkenni jövőre sem, és éppen beadott pályázataink is vannak, reménykedünk a legjobbakban, mert alapvetően sajnos a pályázatoktól nagyon-nagyon függ ezeknek a civil szervezeteknek a léte és hatékonysága, és hogy mennyit tudunk csinálni. Úgyhogy köszönjük a támogatásokat, és befejezésül annyit mondanék, hogy nagyon sok sikert kívánok a Székely Körnek a továbbiakban is, és nagyon remélem, hogy ez a jó kapcsolat a két szervezet között még hosszú távon fent marad. Jó szórakozást még a mai estére! Köszönjük szépen! És akkor itt van körünkben Takács Bence, előadó művész. Nem tudom, Bence, jól mondom, hogy a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatójaként is köszöntelek, meg hát mint budapesti székelykörű tag, és akkor légy szíves, néhány szép verssel ajándékoz meg minket. Jó mondtam, ugye? Becsen. Jó estét kívánok! Milyen tisztelt hölgyeim, milyen tisztelt uraim! Nem szeretem, meg nem is szabad nekem elnök asszonyt javítani. Azt mondom inkább, hogy a dolgok változnak, de a versőrök. Jó, igen. Igen, egyszer. Harmincöt év, és én azt kívánom, hogy minimum még egyszer ennyi legyen. Már megtanultam Bőzsöny Ferenc bátyámtól, ide jövök, jó, hogy, mert nem tudtam annyit edzeni, hogy hátulról is van ezzel ki, csak előről. Tehát megtanultam Bőzsöny Ferenc bátyámtól, hogy amikor azt mondtam neki, hogy Feri bátyám, bis 120, akkor mindig rám nézett, a rádió bemondós hangján megszólalt, gyermekem, ne korlátozd a jó Isten akaratát. Így én így gondolok a következő 35 évre, és előre is elnézést kérek, de elnök asszony pontosan tudja jól, hogy mindig az idő az, ami nálam kérdéses. Ma a lányom kötötte le az időt, reggel megparancsolta, hogy én altassam. Gondoltam, hogy elmondom önöknek a karácsonyt Aditól, mert hogy matán a béke ünnepelne, és elvesztette magát az ember, de én úgy gondolom, hogy ez inkább házi feladat. A most következendő 2 vagy 3 hét van még Szentestéig. És ha már idő, dr. Szádecki Kardos György jegyezte le az alábbi sorokat. Szoktál-e néha megállni, és néhány percre megcsodálni a zöld mezőt, a sok virágot, az ezer színű szép világot, a dús erdőt, a zúgó fákat, a csillagfényes éjszakákat, a völgy ölét, a hegytetőt? Nem. Neked erre nincs időd. Szoktál-e néha simogatni, csajgósebekre enyhet adni, hulló könnyeket letörülni, más boldogságán is örülni, hallgatni azt, kinek ajka bánatra nyílik és panaszra, vigasztalni a szemletet? Nem. Neked erre nincs időd. S ha est borul a késő mára, készülni kell a számadásra, mérlegre tenni egész életed, tettél-e jót, láttál-e szépet, és nincs más vágyad, csupán ennyi, nem rohanni, csak ember lenni, hisz látod már a temetőt. De most már később nincs időd. Szőcs Géza, az állomás. Miféle faj, miféle nép, kik lakják ezt az állomást? Kik isznak benne szüntelen, véget nem érő áldomást? Vadorzók isznak vadvizet. Erdőmben, erdeimben borvíz, boróka, róka. Keresztül járnak rajta mióta már. Mióta. És brumogás, és mókusok, és tavaszi málna is, és havasi pálma is. Szólok majd néhány indiánnak, akik a vízhez inni járnak. Ami a tükörben látható, mindig sokkal közelebb van, mint sem az elgondolható. És végül egy, mert hogy van házi feladat, hogy akkor az elnök által jelzett 4 vers megvan. Végül egy Hanvas Bélát fogadjanak szeretettel. Kaptam advent időszakában, hogy valahol el kell majd mondjam, és bevallom őszintén, nem, vagy nem feltétlenül ismertem, és elkezdtem meg szeretni. És ahogy szeretem önöket, úgy hoztam most ezt a verset. Hamas Bélától.
Isten tenyerén ébredtem, és lenéztem a földre. Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre, kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot. Sugaraiban álmos, hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a mélyben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem, és az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, mint amilyen te vagy. Áldott ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen. Csak a Kegye János következik, Kegye János Pánsik művész. Annyit mondanék Jánosról, inkább államtitkár úrnak, mert többiek tudjátok, hogy János volt az, aki néhány évvel ezelőtt Goethe Csaba összes otthonát végig látogatta. Jótékonysági célból kifolyólag, és az adományt, amit összegyűjtött, azt átadta árva gyermekeknek, úgyhogy mi innen ismerjük egymást Jánossal. Akkor amíg János készül, addig elmondanám, hogy az est végén mindenki fog kapni egy nagyon szép tollat, amit kifejezetten a jubileumi eseményre készítettünk. Rá van írva egy Paxet Bonum, tehát békesség és jóság, a budapesti székelykör, és a hollap címünk, hogy aki nem tudja, tudjon majd tájékozódni, úgyhogy a végén mindenki kap majd egy tollat, és hát a könyv, amit a széken találtatok, az ajándék a Kiszalon cukorral, úgyhogy ezt szeretettel fogadjátok tőlünk, és akkor közben János meg mindjárt elő is készül. És hát még annyit mondanék, hogy azért próbáltunk ennyi művészt meghívni, hogy lássák, hogy mennyi művész, milyen sokszínű a budapesti székelykör köré gyűlt művészeknek a munkássága. Ugye vers, szavalattól, könnyű zene, komoly zene, jó, majd a komoly zene, Józsi is, meg ugye több művész, és hát Póka Rózsika, Váradi Mária, Dévai Nagy Kamilla, majd a márciusi, reménybeli márciusi estünkön lép fel, úgyhogy nagyon örvendünk, hogy ennyien eljöttetek. Köszönjük szépen, és János, akkor tiéd a pálya. Köszönjük szépen. Hát, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most azért ebbe beszélek, mert arra már vízhangot raktam a hangszer miatt. Fogok játszani egy pár, most más fogok játszani mégis, amit gondoltam, mert azért csak advent van. És hát nekem azért az advent az ilyenkor olyan 20-valány koncertet jelent, és már javában benne vagyok. De mégis van egy pár szívem csücske, amit eljátszanék. És aztán lesz majd egy kakukk tojása a nóták végén. Fogadják szeretettel a dalokat.
Thank you.
egy kapott tojást. Thank you.
szépen. Viszont tanácsadó hangulatban hagyunk. És akkor egy kis műfajváltás következik. Komoly zene, klasszikus muzsikát fogunk hallgatni, már vége felé járunk. Izsák Józsefet kérném, hogy jöjjön előre. József pedig Kárpátaljáról származik, és ugye az ő produkciójával a kárpátaljai a magyarokra is gondolunk. És Józsefet kérjük akkor szépen, ő zenetanár. Köszönet Ágnesnek, hogy már másodszor itt lehetek, és köszönet elment a művész úr, Takács Bence, mert az ő támogatása is kellett ahhoz, hogy én itt játszhatok, mert ő nekem az én felkérésemre szó nélkül segíteni, és ő is. Amint én szerveztem koncertet itt a művésznőnek, a Csukri Ketelkának, ő volt a konferencié, és hogy meg is akartam neki játszani, de hát azt mondja, hogy neki kellene a gyereket altatni. Egy kissé szomorúbb szerelmi bánat Kreislernek szeretném eljátszani. Ennyit csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekem ami meghatott ezt a darabban az, hogy van az interneten egy zsidó származású egyedül játszik, aki most 92 éves. Most ő már a hegedűsre szegény nem tudta tartani, és ő is ugyanúgy eljátszotta, és hát nem az a lényeg, hogy hogy játsza, hanem az, hogy mi jön belőle. Ő a hegedű szegény úgy tartotta, hogy hát letette a székre, és úgy játszotta. De én szeretném ugyanúgy eljátszani 92 éves komban is. Hát nem még, most is sikerül valahogy. Thank you.
Ágnesnek, hogy mi mindig mondok valamit az Ágnes. Most én vagyok a fekete bárány, de az a lényeg, hogy bocsánat, az a kakukktojásokat kapcsolatban. Inkább a kakukktojás, hogy hát én ugye a klasszikusokat játszok, és hát azért nehéz így három kamerával még bajlódni és még játszani, de azért megpróbálunk egy Paganini kántábilétel játszani. És utána majd megveszünk az Ágnes. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát a végén elég nehéz beszélni, mert itt annyi minden jó elhangzott, de beszélhetnénk arról is, hogy az előadó művészek
államtitkár úr, elnök asszony bemutatta a székelykör elmúlt 35 évét. Köszöntem, hát egy kicsit készültem én is, de egy kicsit az enyém úgy eltörpül. Először is tisztelettel köszöntöm a vendégeket, előadó művészeket, államtitkár urat és elnök asszonyt. Első alkalommal beszélek a fővárosban hivatalos esetben. Voltam még a számtalan alkalommal, de akkor csak ilyen megbeszéléseken is, nem így tömeg előtt. Ez számomra egy megtiszteltetés. Köszönöm a lehetőségét. Kicsit az előbb el kellett lépjek, mert csak 3 órás parkolói jegyet vásárolni, és ezt nézzék el nekem, hogy kiszaladtam és nem tudtam követni Takács Bence előadását, de igyekeztem vissza. Kicsit arrébb kaptam helyet. Az, hogy ma itt lehetek, egy kicsit azt is jelenti, hogy létezünk mi is, úgy a határon túl, mint székelyek, és önök, az anyaországon élők figyelnek és fókuszálnak a mi életünkre, mi tevékenységeinkre, és támogatják is az ott létünket anyagilag, meg egyéb másfajta módon. Mai esetben nem egy támogatásért jöttünk ide, hanem csak azért, hogy egy-egy készfogással a régi ismerőseinkkel, illetve új emberek bizalmát és társaságát szerezzük meg. Ez volt a mai megérkezésünk célja. Elég jól sikerült, hála jó Istennek, lerobbant egy kicsit az autón, de időre ideértünk. Körülményes volt az utazásunk, de itt vagyunk. Mit jelent még számomra székelykör? Hát 2008-ban cserediákként vettem részt egy fél évet a Szent István Egyetem oktatásán Gödöllőn, és akkor feljöttem egy jó pár szó Budapestre, hát nekünk főváros egy kicsit mást jelent. Nyüzsgész, mozgás. És akkor találkoztam több alkalommal Vilmos bácsival, aki sajnos ma már nem lett közöttünk, de ő általa ismertem meg a székelykör mostani elnökét, Frigyesi Ágnest, akivel többször találkoztam nálunk odahaza, és volt közös programunk is. Ő rendelkezett a közös programoknak. Bízom abban, hogy a jövőben ismét ellátogat Márifalvára, és lesznek közös programjaink. Nem szeretnénk ezt a számot megszakítani. Jó volt együtt dolgozni, jó volt egymást megismerni. Remélem, ez fog folytatódni még intenzívebben. Államtitkár úr mondta, hogy elég nehéz időket élünk. Hát ezt mi is érezzük, de életünk folyamán van olyan, hogy nehéz, könnyű. De hogyha ez a kettő így nem lenne, akkor nem tudnánk különbséget tenni a nehéz és a könnyű között. Bízom abban, hogy ez is egyszer lejárt, optimisták lejár, le fog járni, és optimisták vagyunk, hogy kivárjuk a nehéz korszak végét. Aztán folytatjuk majd egy másik lendülettel. Most sem csükkedünk, dolgozunk, ahogy lehet, fenntartjuk a székelységet, gyarapodunk, dolgozunk, és jövőt látunk magunk előtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta, tartalmas estét kívánok. Mielőtt elköszönnék, még egy gondolat. Jöttem, mentem egy pár üzlet között, és nem hallottam egyébként csak angol karácsonyi zenénket, ami ugye egymagában szép, de már úgy be van jöve a fővárosba a karácsony. Itt volt az az eset az elmúlt egy napban, ahol hallottam az advent ünnepét, a készülődés ünnepét, és örvendetes az, hogy tényleg ez a fogalom és ez a keresztény ünnep még nem fakult ki és nem kopott ki az életünkből. Áldott adventi készülődést kívánok, és utána pedig boldog karácsonyt mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy meghallgattak! Köszönöm, hogy örömmel megyünk majd, illényékhez is. És akkor elérkeztünk az utolsó számunkhoz. Az Ezüst Fenyő Néptánc Együttes is megörvendeztett minket, hogy itt vannak, itt vagytok. Szeretettel köszöntjük Idős Kovács Imrét. Imre, légy szíves! Szép jó estét kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, különösképpen az elnök asszony urat, elnök asszony, elnézést, ugyanis
fel a végbúdot alakuló kapcsolatot. A Székelykővel 1999-ben hallottam róla. Mári falva szülöttje Dávid Lajos volt, akkori ügyvezető elnök. Nagy terveket terveztünk. Sajnos, hogy Lajos eltávozott, és a tervek oda lettek, viszont jött Ferenc Vilmos bácsi, aki felkarolt minket. Vilmos bácsi nagy-nagy támogatója volt az akkori Forogvirág támcsoportnak, és ilyen kicsi gyerekekként 2001-ben vettünk részt a Fészek klubba. Egy nagy szó, hogy a Máriufalvi Forogvirág támcsoport itt tudott előadást tartani. Vilmos bácsi, ahogy tudta, maga módja szerint támogatta a csoportunkat, viszont hirtelen halála megbélyegezett mindent. De Vilmos bácsi ideje alatt volt egy fotóriporter, Figyesi Ágnes, aki nagyon sok képet készített rólunk, írogatott. Én nem nagyon ismertem akkor annyira, de ezelőtt úgy 5 évvel megismertem. És Figyesi Ágnes egy nagy-nagy támogatója volt a Zetel, aki ez is fegyőnek, ugyanis én politikai jogok véget kellett más támcsoportot változtassak, jobb oldali kint. Én ezt az utat választottam. És Ágnes, ő megszervezte itt a hálóba már 3-szor, és nem is tudom hányadik kerületben a Fidesz irodának egyik székhelynek udvarán, és a Dominónak köszönhetően. Mikor itt felújítás volt, akkor mentünk oda. És köszönjük szépen, Ágnes, hogy nekünk megszervezted azt a csodálatos hajódat a Dunán. Szívesen továbbra is. És képzeljük el, amikor Székelyföldről érkeznek ide a gyerekek, és azt mondják, hogy megyünk Budapestre, a fővárosba. Önök, amikor jönnek, akkor hova is mennek? A Székelyek Szenthegyére, a Hargitára, hogy megnézzék azokat a fenyverseket, mi pedig az anyaországba jövünk. Valamikor Csíkszereda volt polgármestere, Rádi Robert itt azt mondta, hogy nagyapáink este lefeküdtek, és reggel egy másik országba ébredtek fel. Nem a vonaton aludtak el, hanem otthon. Egy tolvonással elrendezték sorsunkat. Mi azért nem tehetünk. Mi magukhoz tartozunk. És örvendek, hogy ez a Székelykör létezik, és 3,5 évtizeden keresztül, és tudja támogatni, hogy az államtitkáról is mondta, főleg az erdélyi magyarokat és Székelyföldet, és köszönjük szépen államtitkáról is, tessék átadni a miniszterelnök úrnak is, és én sokat nincs, mit beszéljek. És külön megköszönöm még egyszer azoknak a szállásadóknak, akik besegítettek Frigyesi Ágnesnek, hogy azt a tizenvalahány gyereket minden évben, amikor itt tartunk előadást, elszállásolták. És 2024. augusztus 5-én nagy tisztelettel és szeretettel fogunk várni, ahova Ágnes majd megszervezi, hogy az ez is fenyő fel tudjon lépni, és mindazoknak gratulálok, akik el fogják vinni majd a gyerekeket. Köszönöm, Ágnes, hogy a Máriufalvi Dévai Szeretett Szolgálatnak nyújtottál segítséget, és köszönöm, hogy Máriufalvi már 2-szer voltál könyvben mutatón, és Oroszhegybe is el tudtalak én kísérni téged. Nagy élmény volt, igen, ez volt a legutolsó utunk, és hát örömmel megyünk ki, mert a későbbiekben is, meg örömmel várunk benneteket 2024-ben. És ahogy említettem a kedves vendégeinknek, hogy Kis István régiségkereskedő is a
az ügy mellé állt, még akkor, amikor Vilmos él. Most ebédeltetek egy találkoztatót Pista bácsival, Roman? Akkor, mert ugye az is fontos, hogy nem csak utaztok ide egy napon keresztül, hanem megfelelő ellátásban is legyen részetek, mindig próbálunk erről is gondoskodni. Úgyhogy szállást is most szereztünk Imréjéknek, meg a három szép táncosnak, úgyhogy nagy örömmel holnap együtt reggelizünk, még beszélgetünk majd, meg hát most lesz majd egy kis szeretett vendégség a végén, az est végén. De akkor utolsó számunk az Ezüst Fenyő Néptánc Együttes Imre vezetésével, három fiatal szép táncos, és utána még maradjunk a helyünkön, mert még lesz egy kis agyaljárás. Magamról még nem szeretnék elmondani, hogy 23 éven keresztül kultúrreferensként dolgoztam, viszont mindennek rám bíztak, akár civil védelmes felelős, akár szociális munkásoknak kiadó, akár bármit meg tudtam csinálni, de mindig a minimál bérem voltam. És kénytelen voltam mindig a turné alkalmával hol ezt, hol azt árulni. És most sem marad ki ez, ugye a anyagi fedezetünket azért tudjuk pótolni, ezért hoztam áfonyalekvárt, rozsabogyolekvárt, ami hidegen van kavarva, tiszta C-vitamin, áfinyalikör, és főzött pálinka, meg dióbelet. Nem véletlenül valaki meg szeretné ezeket vásárolni, a rendezvény után megteheti. A mai estén fogadják szeretettel egy maroszéki táncunkat, verset, meg éneket, ugyanis utána egy sűrű pontozó és a város tánca lesz. A karácsony lesz, nem sokára, két hét múlva, és kántálással fogunk zárni, és én amit bekiabálok, azt, hogyha van véletlen valakinek a zsebébe az, azt adják, ugyanis a háziasszonyok, amikor a kántálók oda mennek, ezeket a ritmusokat bekiabálják, akkor avval szokták a kántálókot megtanulni. Nem hiszem, hogy Gópert tudják ezt csinálni most meg, úgyhogy köszönöm.
estén, Rita. Román földön igaz magyarnak lenni. A hegyek feketébe öltöztek, s a fenyők is gyászúvát öltöttek. S mi ma lehajtott fejjel arra emlékezünk, hogy volt nekünk hazánk, amit elvesztettünk. Kitépték kezünkből, és feldarabolták, s mi nem tehettünk mást, csak vártuk a csodát. Csak néztük, ahogyan Erdélyt román kézre adták, és el kellett fogadnunk a magyar tragédiát. Most is csak állunk, könnyes szemekkel, szertefoszlott álmokkal, de reménnyel. Reméljük, hogy a térkép újra összeáll, és Erdély majd egyszer hazatalál. Tudom, hogy nektek is nagyon fáj Trianon, és nem könnyű haladni a göröngyös úton. Mert nem könnyű román földön magyarnak lenni, s hogy semmibe vesznek, azt elviselni. Csak néztük, ahogyan elvették hazánkat, és odavetették másnak, de azt nem tűrjük, hogy románnak tartsanak, s ne vallhassuk magunkat igaz magyarnak. E föld itt Erdély, s ez senki másé. A szenvedő és tűrő magyarságé. E föld nekünk szent, s ez a mindenünk. Ezért a földért harcolunk és küzdünk. Nem adjuk soha, soha hazánkat a sokat akaró románnak. Nem lesz a mi hazánk senki másé, mert Erdély csak is Nagy Magyarország. Székely Dázsi piacére, sirály kislány lábos. Elvitték a szeretőit messze Romániába. Hulla könnye két szeméből, két halovány orcára. Összokogása ki a magyar határban. Ne sír kislány, barna kislány, már ámulik a bánat. Nem sokára leheted a te régi babádat. Míg az van, csak a földet kapálja. Hosszú szabadságra ment a gazdája. Bubi lovám, ne keseregj, soha érette. Másfél évig jó gondodat viselte.
A jó Isten legyen a gondviselőd. Megy a nap lefelé, s jön a hat felfelé. Indulnak a legények, a 18 évesek, Bé-Romániába. De Istenem, Istenem, hogy mit kellett megírnem? Bocskorban a lábamon, tetű mászik nyakamon, sirathat galambom. Bocskorban a lábamon, tetű mászik nyakamon, sirathoz gondolom. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, kit régen várt már az egész világ. Betlehemben kibimbozott zöldág, király nem köl méltóság. Mégsem talált szállást a városban, hanem Amerikából, valószínű, hogy valami programja, mert még megköszönte, hogy itt még e-mailt is váltottunk, hogy várjuk szeretettel. De itt van köreimben Krasznai Andrea, református lelkésznő, misszióvezető asszony. Úgyhogy Andrea, akkor megkérlek, hogy egy közös ima, mindenkinek a tiszteletes asszony letett egy imát a széketekre, azt legyetek szívesek akkor kézbe venni. És egy közös imádság következik, ezzel zárjuk az estünket, majd pedig egy áldást fogunk kapni. Jubileumot ünneplünk, kedves közösség, kedves barátaim, kedves testvéreim! Nem tudom megállni, hogy ne mondjam el azt, hogy lélekemelő volt mindaz, amit láttunk,
és hallottunk tőletek. És szeretném az augusztusi programotokat a repülőtéri meghívásommal gyarapítani. Szeretettel és örömmel várlak benneteket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, hogy a tranzit utascsarnokban, az utazó közönségnek énekeljetek és táncoljatok, és lehetőségetek lesz az utasokat is megtáncoltatni. Rajtatok múlik, hogy milyen hangulatot csináltok. Tehát örömmel és szeretettel várlak benneteket. Megbeszéljük a részleteket. Mert hogy, bocsánat, tiszteletes asszony, a Ferihegyi repülőtérnek a lelkésze. Nagyon kedves professzorom mondta azt, hogy aki egy hosszú este után, jó lehet, nagyon tartalmas este után, még hosszasan vezeti le a mondani valójával az élményeket, az egyéb zsíványságokra is képes. Azonban, mivel adventben vagyunk, nem tudom ugyancsak megállni, hogy nem mondjak el egy történetet. Egyszer Michelangelo hosszasan nézett egy ormótlan kőtömeget, és megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mester, mit nézel ebben a kőtömbben? És Michelangelo ennyit csinált, hogy ssss, egy angyal alszik benne, föl akarom ébreszteni. Ezek a fiatalok a magyar jövőt ébresztik, és amikor ilyen fiatalokat látok, akkor hiszem azt, hogy a magyarok istene, aki eddig is megtartott bennünket, ezután is jövőt készít nekünk, gerincropogtató idők ellenére is. És mindannyiunkkal az Isten dolgozik. Nézzük meg, hogy mit végzett bennünk az elmúlt években és évtizedekben, és adja az Úr, hogy ő kiformálhassa bennünk Jézus Krisztusnak a képét. Hiszen Jézus Krisztus, hadd mondjam így, a legtökéletesebb fotó, ami valaha is a mindenható Istenről készült. És ahogyan elnök asszonyunk beharangozta, kedves testvérek, kérek benneteket, hogy álljunk föl, és mondjuk el ezt az imádságot, ami katolikus imádság. Én azt szoktam mondani, hogy katolikus testvéreimnek köszönhetem, hogy református lelkész lettem, mert az Úr őket használta a lelki szemeim nyitogatásában. Mondjuk tehát együtt. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjen az örök Atyához irgalomért. Amen. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem hagy el téged és nem marad el tőled, ne félj hát és ne retteg. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, virágosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját és adjon békességet néked. Amen. És kedves testvérek, ez az adventi időszak nem múlhat el úgy, hogy nem énekeljük el a magyar himnuszt és a székely himnuszt. Katalin, kérlek, gyere ide mellém, és vezesd az énekésünket. Ez nincsen megbeszélve. Nem én itt vezessek semmit, mert tudják. Isten áld meg, Thank you.
Viszontlátásra!